Szikra ifjúsági hétvége Csonkapapiban. Pünkösdváró hagyományőrző foglalkozások Kárpátalján. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet mai műsorában, amelyben a kárpátaljai református egyház életébe engedünk bepillantást. A beregszászi járási Csonkapapiban szervezett ifjúsági hétvégét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség. Az Agapé missziós központba várták a szervezők mindazokat, akik a Szikra program keretében szerettek volna itt egy közös hétvégét eltölteni. Ez úgy volt elkönyvelve, mint a cigány missziós központ, a cigány gyerekek táborosztatására, a cigány gyülekezetek, a cigány emberek összefogására együtt, de azóta kibővült ez a központunk, kibővült a szolgáltatás, és nagyon sokszor jönnek a Krisztől, mint a mai napon is. A Krisztől jöttek egy Szikra hétvégére, és bárkit ilyen egyházi rendezvényekre nagyon szívesen látunk. Maga a központnak a neve is Agapé missziós központ. Az Agapé, tudjuk, az a szeretett vendégség, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, szeretettel adjuk át mindenkinek a helyet. Próbálunk bővíteni, próbáljuk a helyet egy kicsit, mert egy kicsit le volt hanyagolva, de próbáljuk rendbefeleszedni. Most is éppen az egyházkerület támogatásával, a püspök úr támogatásával, 3 zuhanyzóval bővítjük a központunkat. Aztán szeretnénk majd a kinti nyári teraszt egy kicsit betéliesíteni, hogy télen is tudjunk fogadni bármilyen csoportot. Bármilyen egyházi rendezvényeket szívesen várunk, szeretettel várunk ebbe a központba. Nagyon sokat köszönhetünk az egyházkerületnek, a Csonkapapi gyülekezetnek, és magának a közösségnek, aki tényleg szívvel, lélekkel itt van, a gondnok úr is, akár a szakásnők, hogy tényleg szívvel, lélekkel csináljuk, és azért meglátszik, hogyha körülnézünk a területen, meglátszik az, hogy van mit bővíteni, van mit szépíteni, de mindig egy lakáson, egy helyen, mindig van mit szépíteni, mindig van mit újítani, és mi szeretnénk, hogy tényleg ez egy lelki központ legyen, egy ébredési központ, egy olyan központ, ahova boldogan jönnek, ahova az Isten közelébe jönnek, és itt találkoznak az Úr Jézussal. A kétnapos rendezvényen egy sokakat érdeklő téma, a problémák megoldásának módja került terítékre. Ábrahám, akinek volt nagyon jó döntése is, mikor Isten az ő követésére hívta, és Ábrahám válaszolt, probléma volt, hogy hagyja ott az otthonát, a családját, és menjen egy olyan helyre, hová Isten vezeti. Ábrahám engedelmeskedett és hitt, és ezért áldott lett. De ugyanennek az embernek az életében van rossz döntés, rossz probléma kezelés, amikor például az Isten megígérte, hogy gyermeke lesz, és ő hiába várt már 90 éves koráig, akkor a saját kezébe vette a dolgok irányítását, majd én tudom, ugye feleségül vette Hágárt, született egy fia, valóban, aki nem lett áldott és nem lett az örökös, és ebből csak probléma származott. Szóval a probléma megoldás Istennel, és probléma megoldás, amikor a saját bölcsességünkre hagyatkozunk, zsákutcái, előnyei mind a kettőnek. A gondok azok nyilván változnak a korszakkal, a körülményekkel együtt más problémáink vannak, viszont a megoldásban Isten segítsége szerintem ugyanaz. Így, ahogy az előbb utalt rá, hogyha az ember hittel az Isten kezébe tudja egy kicsit tenni a problémáit, könnyebb. Ráhagyatkozhat az Istennek a vezetésére, kap felülről bölcsességet, és ezzel könnyebb a problémákat vagy megoldani, vagy ha az nem sikerül, sokszor nem sikerül, akkor együtt élni velük. Nem mondjuk neki azt, hogy ne menjen el. Hogyha az Isten őt úgy vezeti, hogy menjen, és errefelé nyit utat, ott is lehet áldott. De semmiképpen ne menjen el úgy, hogy ez csak az ő saját ötlete. Vannak a Bibliában olyan példák és olyan történetek, amikor valaki elindult és úgy lett áldott. Az előbb említettem Ábrahámot, beszélhetnénk még nagyon sok más figuráról, akinek az Isten azt mondta, hogy menj és mozdulj ki abból, ami van. Viszont olyan helyzetek is vannak, amikor valaki elment és elveszítette az áldást. Beszélhetnénk Naomiról és a családjáról. Szóval lehet olyan körülmény, hogy el kell menni és máshol kell keresni, nem is ezzel van talán a baj. Ahogy így én végig gondoltam Kárpátaljának a történetét, erről a pici darab földről mindig mentek el emberek. Még a dédapáink, nagyapáink generációja Amerikába ment. Azután Oroszországba jártak az emberek, ahogy akkor mondták, Zára Vodkára. Talán egy 20 évvel ezelőtt Magyarország volt a sláger, most már a világ minden tájára mennek, Angliába, Németországba, Franciaországba. Talán inkább az, hogy a szülőföldhöz való kötődés maradjon meg. Ugye dédapáink, nagyapáink hazajöttek.
20 évvel ezelőtt az emberek, ha Budapesten is dolgoztak, de itthon építettek házat. Talán ez az, ami most megváltozott egy kicsit. Mostani fiatalok már kozmopolitábbak, világpolgárok. Ők már talán az életüket is valahol máshol képzelik el. Talán ebben lehetne őket erősíteni. A gyökereink itt vannak, a gyülekezethez ide csatlakozunk, a barátaink ide kötnek minket. Ha van rá egy lehetőség, akkor az életünket tervezzük itt. A lelkipásztor rátapintotta a fiatalokban felvetődő egyik leggyakoribb kérdése. Menni vagy maradni? Már többször is voltam Szikra hétvégén, és mindig jó közélettel és jó kedden jövök ide, mert tudom, hogy itt olyan fiatalok vannak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én, hogy mint Istenről és az egyéb dolgokról is, és hogy milyen céllal és tervvel jöttem ide. Hát szeretném, ugye, mint ahogy a hétvégének is a címe az, hogy probléma megoldás, az én kis saját problémáimra a megoldást megtalálni, és segítséget kérni, és egy ilyen, hogy is mondjam, előadók szempontjából is megnézni ezt a dolgot, és meghallgatni, és remélem, hogy a hétvég után előrébb leszek a problémáim megoldásával. Most külföldön dolgozom, elsősorban, aztán gondolkodok rajta, hogy vagy itt hol, vagy ott tervezzem az életemet, mert ugye ott valljuk be, többe a kilátás és vonzóbb, de mindig hazahúz a szívem ide, és erre a kérdésre szeretnék választ kapni, és ezen belül még arra, hogy a családom, barátaim, hogy ők is hova fognak ezután tartani, és én is oda szeretnék, hogy ott legyek velük. Isten emberi szólnak hozzánk ezen a áhítalt, akár evangelizáció, vagy bármilyen alkalmunk keresztül, és jó azt megtapasztalni, és vágyik az ember egy ilyen közösségre, ahol Istennel lehet, és ugyanolyan fiatalokkal, akik ugyanúgy Istent keresik, és őtől várnak a problémáikra megoldást, és ezt itt meg tudom tapasztalni, és meg tudom érezni. Mikor ugye az előadások alatt leülünk imádkozni egy ilyen kisebb társasággal, hogy biztassuk az előadót, hogy lelkileg támogassuk, és imádkozunk az előadásért, a fiatalokért, hogy szóljon, hogy át tudják venni azt, amit adni akarnak nekik, meg tudják érteni, és akkor is hideg ráadásul az, hogy 4-5 ember összeül és imádkozik, és annak a hatását és azt megtapasztalni az csodálatos, és ezt mindenkinek kívánom, hogy így tudja megtapasztalni Istent az életében. Kérdéseinkre a válasz számtalanféle lehet, de az bizonyos, hogy a legkilátástalanabb helyzetben is kereshetjük Istent. Erre a Szikrára is azért jöttem el, mert ilyenkor kapok egyfajta feltöltődést. Ugye a szürke hétköznapokban így belefásul az ember, de eljön ide, találkozik a barátaival, és szolgál, ami számomra nagy öröm, mert mindig szeretek bizonyságot tenni Istenről, és arról, hogy nekem ő hogyan segít. Hát a probléma megoldás terén én sokszor azt várom, hogy Isten konkrétumot mondjon nekem, de tanulom azt, hogy nem fog konkrétumot mondani, csak mindig rávezet a dolgokra. És itt sem fog lehet mindenki konkrét válaszokat kapni arra a kérdésekre, amik érdekelté teszik őket, de adunk nekik egy irányt, hogy induljanak el, hogy imádkozzanak, hogyan tudnak elcsendesülni, úgyhogy válaszokat is kapjanak, hogyan tudjanak a Bibliából válaszokat kapni, és remélem, hogy én is kapok némi választ ezekre a kérdésekre, mert végzősként nekem is elég nehéz ezen az érettségi szakaszon így túlmenni, és hát türelmet kellene tanulnom, és persze azt megoldani, hogyan tudjam megoldani így az osztályban a konfliktusaimat, vagy esetleg otthon, vagy bárhol. Sokaknak igazuk van abban, hogy itt nehéz érvényesülni, mert hogyha az én példámat nézzük, szeretnék könyvkiadónál dolgozni, szeretnék azzal foglalkozni, hogy elolvasok egy könyvet, véleményt írok róla, esetleg eldöntöm, hogy érdemes-e foglalkozni ezzel tovább, vagy inkább nem, vagy még fejlődnie kell az írónak ebben. Viszont hát az ukrán nyelv miatt ezt itt nem tudnám csinálni, viszont úgy gondolom, hogy sokkal többet jelent az, amiért én itt maradok, mint az, ami kint várna rám, mert itt vannak a barátaim, akik mellettem vannak, a családom, és kint pedig egyedül lennék, és igen, anyaországba mennék, viszont mégiscsak egy idegen térség lenne, mert senkit nem ismernék ott, és nehezen tudnám túltenni magam azon, hogy elhagyom az itteni
dolgokat. Jézus, én téged választottalak, hol halál jár és folytogat, hogy te vagy nekem az élet. Feléd tárom két kezed, ó, engem küldjél Istenem, jelként, ahova kell. Hát jöjj, és élj velem, egy egész életen áll. Erre a hétvégére a KRISZ 11 községet magába foglaló Tóháti alapszervezetéből érkeztek elsősorban résztvevők. Nem csoda, hiszen ők voltak a rendezvény szervezői. A KRISZ fiatal ifjúsági, tehát mi is ifjúsággal foglalkozunk a gyülekezetekben, konfirmandus korosztály és attól felfelé. Ugye ez a hétvége is igazából azoknak szól, akik már lekonfirmáltak, idősebbek. Minden egyes rendezvényünk egyházi alkalom, ahol Istenről hallhatnak a fiatalok, Istent ismerhetik meg a fiatalok. Szoktunk igazából még sportalkalmakat is, de ott is szól az ige, ott is tartunk állítatot, próbáljuk minden téren megmozgatni a fiatalokat. Az ilyenkor szokásos álhítatok, lelki gyakorlatok és evangelizáció mellett előadásokra, kerekasztal megbeszélésekre került sor. Minden, amit alkotott, igen jó. Nem voltak gondok? Nem voltak problémák? Kérdezzétek, hogy nem voltak. És van ilyen? Hát nekünk már teljesen problémát okoz az, hogy elképzeljük egy probléma nélküli életet. Elsősorban megpróbálok bekapcsolódni én magam is személyesen az ő életükbe. És ezt az előadás során is szeretném megvalósítani. Kíváncsi vagyok az ő problémáikra. Szeretném, hogyha ők maguk is nyitottak lennének nyilván arra, mi el fog hangzani, de fontos, hogy megértsék, hogy itt róluk van szó. És értő történik ez az egész, és kíváncsiak vagyunk az ő problémáikra. A kereszténység az nem egyszerűen ige tanulmányozás, vagy valamilyen ismeretanyagnak a befogadása, hanem közösség az Úristennel, meg közösség egymással. És a közösségben a felek egymással kapcsolatban vannak. Nagyon fontos ez a kapcsolat. Erősíteni a kapcsolati hálót, mind az Úr felé, mind nekik egymás felé. Mert legtöbbet ők tehetnek majd egymásért, ott, ahol vannak, ahol élnek, dolgoznak, vagy tanulnak, mert nyilván az Úristen mindenhol jelen van. És ezt szeretném velük megéreztetni, hogy merjenek bízni az Istenben, legyenek olyan emberek, akikre lehet számítani, és ők maguk is olyan emberekkel, barátokkal, gyülekezettel, közösséggel vegyék magukat körül, akikre szintén lehet számítani. Ma nagyon atomizálódik a társadalmunk. És én nagyon várom már, hogy nem csak a távolodás, hanem egy kicsit az összevonás, a vonzás is jöjjön már föl, jöjjön már elő. Ez még nincs meg, társadalmi szinten ez még nincs meg. Még mindig bomlunk, darabolódunk, atomizálódunk, és menjünk elébe az eseményeknek. Ami összeköt, azt erősítsük.
induljanak el a tekintetek, kezek, szívek valóban egymás felé. A Krisz az évtizedes múltra visszatekintő ifjúsági hétvégéken mindig igyekszik fájó kérdéseket boncolgatni. A cél az, hogy minél eredményesebben tudják támogatni a segítségre szorulókat. Azok a munkatársak is, illetve azok a fiatalok, akik a gyülekezetekben vannak, szolgálnak, ifjúsági közösségeket vezetnek, vagy egyáltalán megélik az életüket, sokszor leblokkolnak egy probléma a láttán megélésén. A probléma feldolgozásának, a probléma túllépésének a technikáját nem értjük sokszor. Azt látjuk, hogy voltak már olyan hétvégénk, amikor a családi krízisek voltak a témák. Tipikusan erős táptalaja ez annak a görcsöknek, azoknak az emberi vergődéseknek, amikor azt látjuk, hogy egy szülő menekül, akár a házasságból, akár az életből, akár Kárpátaljáról, akár abból a közegből, akár a gyerekeitől. És ez a gyerek eljön egy ilyen hétvégére, és például azon a családi krízises hétvégén, amit tavaly pont egy évvel ezelőtt ilyenkor volt a szikrai ifjúsági hétvégén, akkor azt láttuk, hogy az a régi ami dolog, hogy a Kárpátalján népbetegség például az alkoholizmus, és az a sok problémát okoz a családban, ma is megvan, de mára az a legnagyobb probléma, hogy a család szétszakad, az apa ott van külföldön, a mama neveli a gyereket, és azt látja, hogy nincs, aki segítsen a probléma megoldásban. És ezt igazából tovább viszi ez a hétvég, ezt a gondolatmenetet, hogy akkor próbáljunk választ adni arra, hogy hogyan is lehet a problémákat megoldani. És ez a válasz abban segít számukra, hogy az alap hitvallásunkat az, hogy Jézus Krisztus és az ő megváltása az igazi válasz. Ezért is az a logója ennek a hétvégének most, hogy probléma, kereszt, megoldás, mert hogy igazából itt húsvét után ez a fő üzenet a kereszt a megoldás, és az is, hogy vagyunk egymásnak. Itt van ez a munkatársi csapat, itt vannak ezek a fiatalok, és az embereket azért tette az Isten egymás mellé, hogy segítsék egymást házasságban, családban, fiatalok között, barátok között. Úgyhogy ezt az eredményt, hogyha a kérdést tesszük fel magunknak, akkor azt szeretnénk, hogy kapjanak gyakorlatias tanácsokat is, és a fő üzenet az, hogy az Isten mellett minden probléma megoldható. Ugye maga a Szikra az egyik alapszervezetünknek, a Tóhátnak, de több alapszervezet is van, többeknél vannak ilyen ifjúsági hétvégig. Ami a nagy duranás, a nagy program az júniusban, a lendület ifjúsági találkozó, már több mint 10 éve működik az is. Idén egy picit átalakítjuk, és lendület dicsőítő nap lesz. Magyarországi, meg kárpátaljai olyan zenekarokat hívunk meg, akik keresztény dicsőítő ifjúsági zenéket játszanak. Most egy picit a zenei irányába megy ez át, ez az amfiteátrumban lesz Beregszázban, tehát előző években több ezer fiatal volt, reméljük, hogy még idén is itthon vannak, vagy hazajönnek a fiatalok is, és tudunk megtölteni egy ilyen nagy arénát, hogy együtt dicsőítsünk és adjunk hálát az Istennek. Nyáron táboraink lesznek, biciklitúránk lesz, piknik lesz, ifjúsági táborok több helyszínen, tiniknek, nagyobb fiataloknak, és az ősszel pedig megint ilyen ifjúsági hétvégéket, konfirmandus hétvégéket a kisebbek számára szervezünk. Fontos az utógondozás, és ha van egy nyáron egy nagy tábor, amikor a fiatalok ott lelkesednek, együtt vannak, jó a tábori hangulat, egy tábortűz, és hazamennek, és azt veszik észre, hogy ugyanabban a családi környezetben ugyanazokhoz a barátokhoz kapcsolódnak, és szinte elpárolog az életükből az Isten élmény, a közösség élménye. A hétvégéknek az a célja, hogy évközben is folyamatosan tegyük ezt az érzést, és ezt a hitet, vallást, hogy meg lehet maradni, teljes életet lehet élni fiatalként is az Isten közelébe, tehát ez ezeknek a hétvégéknek a célja, illetve hát ugye a különféle egyéb programoknak, sportprogramok, mert van sportnapunk, biciklitúránk, foci kupánk, sitúránk, az pedig az, hogy nem biztos, hogy egy klasszikus Isten tiszteletre eljön az a fiatal, eljön egy ilyen különleges alkalomra, a közösség megtetszik, és akkor ott marad, és talán utána szolgálattevő lesz. Azt vettük észre, hogy akikhez 10 éve mondjuk elmentünk, azok már lehet, hogy többfele vannak a világban, de vannak most új munkatársak. Tehát aki még egy pár évvel ezelőtt egy ilyen hétvégének egyszerű résztvevője volt, most munkatársá tud lenni. Tehát ha ezt a hétvégét akkor nem szervezzük ma meg, ma nincs, aki segítsen nekünk ebben, de hát ezért is fontos, hogy legyen utánpótlás. És a későbbiekben. Ez a himnusz nagy győztesége, hát az Istent a harcoké, nincs egyben, amely legyen.
kapitány a Jézus, győzelemre vezet minket. A pünkösd a tavasz egyik legnagyobb ünnepe, ami nem csak a népi kultúrában, hanem a vallási életben is nagyon fontos. Népszokásai a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Kárpátalján már-már feledésbe merültek ezek a hagyományok. Azért, hogy a fiatalok megismerjék és megéljék az ünnephez kapcsolódó szokásokat, több településen szerveztek pünkösdváró foglalkozásokat az iskolások számára. A nagyberegi tájházban a Procultura Subcarpatica civil szervezet munkatársai vállalkoztak arra, hogy felelevenítsék a múlt században még aktívan élő pünkösdi hagyományokat. Amióta a tájház működik, szinte minden éven felelevenítjük ezt a régi szokást. Ugye a pünkösd egyik pünkösdhöz legjobban kapcsolódó hagyományos szokás az a pünkösdi királyválasztás. Erről korábban nem nagyon tudtak a gyerekek, vagy a fiatalok, nem ismerték, hogy mit is takar ez valójában. Amikor a tájház elkezdte a működését, akkor próbáltuk ezt is beépíteni, mint olyan sok más magyar népszokás. A mi munkánkba is. És innen kezdte ugye a törölgetni, hogy összekidobja. A pünkösdhöz szorosan kapcsolódnak a virágok, főként a zöldág és a pünkösdi rózsa. Ezt készíthették el papírból a tájházba látogató gyerekek. Kétféle színből készítjük, az egyik piros, a másik rózsaszín. Igaz van, egy néhány darabunk narancságából is bemutatónak, de viszont az igazi pünkösdi rózsa a piros volt az, ami szimbolizálta magát az ünnepet. Ez egy egész egyszerű technikával készül, kreppapír, illetve hurkapálca és ragasztó szükséges hozzá. Lényegében a kreppapírt négyzetformára tűrjük, majd ezután össze kell fogni, és ezt az összefogott négyzetformát egy körformára fogjuk vágni, és ezt a körformát kell majd úgy igazítani, hogy a szirmok rózsát képezzenek. A legismertebb hagyomány ilyenkor a pünkösdi királyválasztás. A címet az ügyességi versenyek nyertese érdemelte ki. A kiváltsága pedig az volt, hogy egy évig minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre meghívták. A tájházban a fiúknak 5 fordulóból álló megmérettetésen kellett bizonyítaniuk rátermettségüket a pünkösdi királyságra. A nap végére eldőlt, ki a legrátermettebb ifjú, aki pünkösdi királynét választhat maga mellé. Kit választasz magad mellé? Jó volt, hogy egyszer én nyertem. Mindenki erős volt, nehéz volt egy kicsit nyerni. Most kinyújtom így a tésztát. Utána behajlítom így, és így. És mi lesz belőle? Peret. A nagydobronyi tanodában is nagy volt a sürgésforgás. A pünköst közelettével az ünnephez kapcsolódó népi ételek elkészítésének technikájával ismerkedtek a gyerekek. Fonott kalács és pogácsa került a megterített asztalra. Igazából ez régen úgy történt, hogy ügyességi versenyt tartottak, fiúk lova voltak, meg mindenféle egyéb bátor dolgokat műveltek, és aki a legügyesebb volt, azt megválasztották pünkösdi királynak. A pünkösdhöz köthető népszokások többnyire a katolikus vidékeken élnek. Nagydobronyban a többségében református vallású gyerekek a tanoda foglalkoztató délutánján hallottak először ezekről a hagyományokról. Időről-időről úgy látjuk, hogy a gyerekek élvezik ezt a fajta tevékenységet. Tehát most is a népi játékok kipróbálása egy újfajta élményt, egy újfajta ingert jelent a számukra. És azért is fontos, hogy kapcsolódhassanak a saját múltjukhoz. Régi szokás szerint pünkösdkor a falvakban bálokat tartottak, amely jó alkalom volt a párválasztásra. Ezt a hagyományt elevenítette fel a Komótos Zenekar Táncháza.
A Prokultúra Szubkárpátika munkatársai évek óta igyekeznek egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan bemutatni a fiataloknak népi kultúránk gazdag világát. A közösségi élet, valamint a hagyományok ápolása a szülőföldön való megmaradás záloga.